Sziasztok, Rajnik Szintia vagyok, és itt ül velem szemben dr. Karsai Dániel, alkotmányjogász, ügyvéd, akit onnan ismerhetett meg az elmúlt hónapokban az ország, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben, ALS-ben szenved, és ezért az Emberi Jogok Bíróságához, a Strasbourgi Bírósághoz fordult, hogy lehetősége legyen a méltóság teljes halálhoz, ugyanis ezt jelenleg a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé számára. Szia, Dani, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk az otthonodban. Én köszönöm a megtisztelő felkérést. Egy nagyon egyszerű kérdéssel kezdem, hogy hogy vagy? Hát most elég dramatikus, mert múlt héten valamilyen vírusos fertőzésben jártam, és hát az legyengített. Most már jövök ki belőle, de hát még gyenge vagyok álláshoz képest is. Ez az elmúlt hét volt az első, ami fizikailag tényleg rossz volt. Ez lehet, hogy meglepő, de mindenem fájt, és ugye az állásban nem fáj az ember semmire, de fejem fájt, alacsony vérnyomás, durva gyomorgörcsök, tényleg durva, tehát nyuszkaltam a fájdalomtól. Erősebb izomrengés az a lábamban most is megvan. Szóval ilyen nem megoldható diszkomfort érzés. Ugye a táplálkozás vécére menést most nem részletezni, minden mindenhol kijött. Szóval, amikor emberi méltóságról meg méltatlan helyzetekről beszélünk, szóval ez is árnyalja a képet, és hangsúlyoznám, hogy egy percesen merült fel továbbra sem, hogy abba hagynám, de ez most tényleg rossz volt, de nem is bánom, hogy most van interjú, mert ha fáradt vagyok, szólni fogok, de most egy kicsit másik gyengébb oldalát, oldalamat is láthatják az érdeklődők, nem csak ezt a szellemeskedő, jó fésült, énben szép nadrágban, a halálon viccelődő, közszemveges értelmisége. Erről semmiképpen nem mondtam le az interjút, mert nekem az egyik legfontosabb ebben az egészben, hogy érzékelem, hogy magamon keresztül a haldoklásról, súlyos betegségről mennyit el tudok mondani, meg tudom mutatni, ahogy lehet, hogy a világon eddig nem vagy, csak kevesen, és ez van kedvem. Nem magam utogatás a cél, de a bemutatás igen, és azt minden betegtársamnak igenis példaként, nem példaképként, példaként akarom mutatni, hogy magában a betegségben bármi is az, nincs szégyenivaló. Igen, kacska a kezem, alig bírom megemelni. Igen, lecsúszott az orromra a szemüveg. Igen, izzadok. Igen, ha hölgy lennék kemoterápián, elvesztem a hajam, és
nem szörnyű, rossz, de nem szégyelni való, és én sem érzek szégyent, fájdalmat, meg minden egyéb szart, igen, de szégyent nem vagyok hajlandó befejezni. Azt mondtad, hogy ez volt az első olyan eset, ez a vírusos gyomorfertőzés, hogy így testileg megérezted úgy igazán, hogy milyen a fájdalom. Lelkileg nagyon egyben vagy, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon kiegyensúlyozott vagy a körülmények ellenére vagy mellett is. Lelkileg hogy érintett, hogy először tapasztaltál meg ilyen mértékű fizikai nehézségeket, és ezt érzelmileg, mentálisan hogyan tudtad? A végében nagyon elfáradtam lelkileg is. Volt egy kisebb, nagyobb összeveszésem is. Elkosszott testvéremet, egyszerűen elfáradtam abba, hogy egy héten keresztül a legapróbb dolgot is mondani, kérni kell. Petikém, tedd egy méterre arrébb a lábtámaszt, Ákos igazíts meg, viszi a szívecskét, az ide az Árpedet. Nézzünk sorozatot, nem is bírom Netflixen. Kérek én, de most nem narancs létvizet. Hú, Ákos, vételre kell mennem, siessünk. Ja, máfa, nem kell sietni. Olvasni kell, feküdjünk le, mert fáradt vagyok, és szétulok. Lenyújt a láb a lábam, mert iszonyatosan görcsöl. Olyan hány ingerem van, olyan felkelnék, aludnék. Menjünk fürdeni? Oké, villanc le, oltod. Ide adnád a mobilom egy kicsit. Lefekvés alatt nézegettem, de ne oda tett, hanem két centibe bejön, ma ott már nem érem el. Oké, de üsbe létsz a kódot, már legalább abban nem kell szívni. És így tovább. És ugye a férfiak nagyon erősek, és vezetik a világot egészen addig, amíg nehézsége, főleg belső fizikai nehézségre és szenvedéssel találkoznak. Én most jöttem rá utána, hogy nekem 47 év alatt sose volt semmi bajom. Én nem voltam beteg. Oké, két éve covidos, kicsit fájt a mellkasom, meg erős torokgyulladás egy hétig. Végig teáztam, dolgoztam, 5 ügyfél meeting Skype-on. Most meg tényleg az utolsó két napban olyan gyomorgócsak, hogy jargattam. És ugye már 10 percet legalább beszélek, és eddig szerint voltam. Azért tényleg barnöves vagyok. El tudom valamennyire a fájdalmat. Nyűszköltem, hogy jaj, nagyon fáj, Isten, jöjjön ki alul, amit jaj. És akkor elment, és 10 perc múlva megint. És mikor lesz vége? Soha. És nyilván tudtam, hogy vége lesz. De ha valakinek erre esélye sincs,
mert ugye nyilvánvaló volt, hogy ha valamit valahol belehet, nem ki fog tisztulni, addig nyűszkölési jó lesz. Föl sem merült, hogy feladjam. De ha valakinek nincs más, mint ez, ne adja fel helyette más. Csinálja végig helyette. Nem mondom, hogy fel kell adni, és fel kellem idő előtt. De van egy pont, ami után, ha valaki azt mondja, hogy viszlát és kösz a halakat. Adjuk meg a lehetőséget. Igen. A legfrissebb hír az ügyeddel kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy most azt mondod, hogy nem vagy jól, tegnap találkoztál Novák Katalin köztársasági elnökkel. Mi történt ezen a találkozón? Erről semmit nem mondok, mert így állapodtunk meg. Annyit mondtam róla, amit a Facebook posztomban kitettem, a folytatás után, mert lesz, mindenkit tájékoztatni fogok, de egy szót nem mondok többet, mert ahogy értem is, konstruktív volt ez a kérdés hangzott el. Én megígértem, és nekem a legfőbb közéleti adom, hogy szavahihető vagyok minden évenben. Ezt nem fogom most elégetni. Értem én, hogy most mindenki vadul találgat, legalább van egy kis izgalom évelején, de mindenre soha fog kerülni, mindent el fogunk mondani. Orbán Viktor miniszterelnökkel is kértél ilyen találkozót? Ó, jó kérdés, még nem, de nagyon szívesen, akkor most meghívom. Egyébként délelőtt Orbán Viktor volt Novák Katalinnál a szokásos évadnyitóján protokollális beszélgetése, ezt most nem izonikusan mondtam, délután meg én, szóval alig kezdődtük el egymást. Kicsit késel és összefuttak. Vagy Orbán Viktor, mert ő volt előbb. Tehát tényleg én, amit mondtam, hogy nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, és a legbüszkébb arra vagyok, hogy ebben a kérdésben beszélgetés van. Szóval én már beszélgettem lelkészekkel, beszélgettünk Kósa úrral, beszélgettünk ellenzéki képviselőkkel, tegnap a köztársasági elnök asszonnyal. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen az egész országot érdeklő kérdésben normálisan lehet dumálni, és lehet. És ezt én fenntartom, ha addig élek is. Az egyértelmű, hogy a társadalom részéről van egy nagyon nagy fokú érdeklődés a személyed és az ügyed iránt is. Annak ellenére, hogy önmagában a halál nagyon mélyen tabusított téma, hát még az életvégi döntések. Mit tapasztalsz, hogy azoknak az oldaláról, akik valóban segíthetnék a te ügyedet jogalkotóként, az ő irányukból is tapasztalható ez a mértékű figyelem, amit a társadalom oldaláról lehet most tapasztalni? Néltem meg nem, de nyílik ki ez a kapu.
De itt azt mondanám, mint volt igazságügyminisztérium munkatárs is, hogy azért az nem várható, hogy egy a semmiből felmerülő új kérdést egy hét alatt megoldom a kormány, a parlament szeptember 26-án senki nem gondolta volna a döntéshozói pozícióban, hogy az év vége életvégi döntésekről vagy is fog szólni. Nyilván idő kell, de most már ott tartunk, hogy már eltelt annyi idő, hogy lassan igenis elvárható, hogy értemben mondjanak valamit a döntéshozók. Az első meglepetés eltelt, mindenki együtt érez velem, bízunk a csodákban, de most már lehet tényleges lépéseket is tenni. Tehát kb. Most vagyunk ott, hogy most már azért számon kérhető, hogy folytjuk ott valami a minisztériumokon, parlamenten belül szakmának. Meglátjuk. Mindig azt mondod, hogy az orvosai tanácsára csak és kizárólag a következő lépésre fókuszálsz. Az utolsó ilyen kijelentésed, amit láttam, hogy január 5-ig volt lehetőségetek beadni az észrevételeiteket még a strasbourgi bíróságnak. Most mi az a következő lépés, ami előtted lebeg, akár az ügyedet illetően, akár az állapotodat, akár a teljesen hétköznapi életedet? Először az ügy, ugye beteg voltam, csak már láttam, hogy az ügyünkbe még két beavatkozót beengedtek, akik adnak véleményt, és mi is reagálunk. Egyik a TASZ, a Társaság a Szabadságjogért, a másik nagy meglepetésemre az olasz állam. Tényleg csak átfutottam a levelet, mert még gyenge vagyok. Ha jól értem, még nem küldték el magát a véleményüket, vagy pontosabban elküldték, és január 29-ig reagálhatunk. Ahogy a kormány január 5-ig benyújtott észrevételére is. Magyarul január 29-ig újra dolgozunk, de a betegségem miatt nem olvastam semmit, kiváló ügyvéd kollégáim most tényleg tartják a frontot. Magánélet január 22-e lesz egy nagyon jó barátom születésnapja, akinek a kislányának én vagyok a keresztapja. Még van pár napom, ugye most már tudom a fejem ajándékon, de az elmúlt 5-6 évben mindig viszkit kapott. Ehhez szerintem nem fogom nagyon meglepni. Betegség, és akkor az most tényleg a nem csak nevetésről szóló interjú. Ezt még az orvosomnak se írtam meg, de ma vagy holnap megfogom. Sajnos a nyelés egyre nehezebb,
úgyhogy a gyomorszonda feltételét kérni fogom, ami 4-5 nap kórházba, ha jól tudom, de majd az orvosom elmagyarázza, ez a következő lépés, illetve hát Budapestre már nem tudok, úgyhogy mindenféle szemmel, fejjel irányítható alternatív kommunikációs eszköz. 2022. augusztusában kaptad készhez az ALS diagnózisát több napos kivizsgálást követően, ha jól tudom. Milyen érzés azt 45 évesen azt hallani, azt az ítéletet, hogy ez egy gyógyíthatatlan halálos betegség, és az első tünetek megjelenésétől számítva körülbelül 2-5 éve van hátra az embernek. Hogy felfogja ezt egyáltalán ilyenkor az ember? Nem, ez hosszú napokig nem, mert tök jó voltam. 30 kiló nettó izommal több voltam, mint amit most látnak a nézők. Az ember tagadásba, rettegésbe menekül, én 4 hónapig pánikbeteg és depressziós voltam. December 21-én, hála Isten elmúlt, és az elmúlt év az jó volt. Azt is mondtad, hogy azért ez nem magától múlt el, hanem szakemberek és gyógyszeres kezelés segítségével. Amikor ennyire mélyen van az ember a depresszió állapotában, ott mi volt számodra az a fordulópont, ahol azt érezted, hogy szeretnél, vagy ki akarsz ebből jönni, és a lehető legteljesebb életet élni, amíg van rá lehetőséged? Nem volt ilyen pont. Tényleg egyből szakemberekhez fordultam, és fegyelmezettem, szedtem és szedem az antidepresszánsokat, de hogy kijöttem ebből az egészből, az nekem egy spirituális élmény, mert valahogy tudtam, hogy december 21-én, azon a napon egyébként, amikor aláírtuk ennek a lakásnak a bérleti szerződését, ami a téli napforduló napja, minden elkezd kivilágosodni, és úgy is lett. De hogy miért? Azt elmagyarázni nem tudom. Az biztos, hogy a szakembereknek és gyógyszereknek van közük hozzá, de volt benne egyéb dolog is, amit nem tudok elmondani. Mielőtt készhez kaptad a diagnózisodat, hogyan viszonyultál a halálhoz egyáltalán? Fel tudod-e például idézni, hogy mondjuk gyerekkorodban mi volt az első olyan, ha egyáltalán gyerekkorodban volt, van, aki olyan szerencsés, hogy felnőtt korában tapasztalja meg először azt, hogy valaki a szerettei közül távozik az élők sorából, hogy más volt-e a hozzáállásod, a viszonyod, a gondolataid a halálról, mint most? Hát igen, van egy korai, bocsánat, gyerekkori élményem, 3-4-5 éves lettem, nagyéknál valami szörnyűt álmodtam, és zokogtam nagyinek, hogy félek a haláltól, és ő meg vigasztott, de nekem még nem fogsz meghalni, és az nagyon korai emlék. Egyébként én makerőséges voltam, sose volt semmi bajom, sportoltam,
személyesen nem érintett meg az elmúlás. Nagymamámat, nagypapámat, anyukámat elkerültem, és sem nagy anyózákban halt meg. De nagy 20 éves koromban anyu 36, tehát az is felnőttkori élmény volt, és bár korábban mentek el, mint az várható, vagy nem is tudom, milyen jó szó, anyu csak 61 volt, de mégis azért nem 46 évesen, mint most én nézek szembe az élethelyzetem. Most is azt mondod, hogy bármennyire is rosszul voltál, mondjuk az elmúlt egy hétben, az sosem merült fel, hogy feladd. Miután megkaptad a diagnózisodat, és egyébként depresszióval is küzdöttél, valaha átruhant esetleg az a gondolataidon, hogy öngyilkos legyél? Ne. Amikor az ember kap egy ilyen diagnózist, az sohasem csak róla szól, vagy őt érinti, hanem a családját, a környezetét, az őt körülvevő embereket. Hogyan zajlanak most így a mindennapjait? Kik vesznek téged körül? Változott-e azóta, mióta a betegséget kiderült? Ugye öcsém Peti ott volt velem a diagnózis közlésekor. A családom azóta is 200%-a mellettem van. Ugye én nem vagyok házas, nincsenek gyerekeim, de a nálam idősebbek ott állnak, és rengeteg barátom. Igazából tök sok emberem most elmélyült a barátság, meg a kapcsolat meglepő módon. Tehát nekem elképesztő lelki támogatás van, hogy ők hogy bírják. Az elmúlt évben mindig azt mondták, hogy mivel látják rajtam, hogy jókedvű vagyok, erős vagyok, ők is jól vannak, de följöttek. Meccset nézünk, viszkizés, ide megyünk, Szihásba megyünk, oda megyünk. Nyilván az egészben van drámai felhang, de jöttünk. És ne felejtjük, mondjuk egy éve, kicsit picekbe, de jártam. Most önmagam ellátás előtt semmilyen szinten azt embedem, nem tudom feltolni, ha lecsúszik. Én egy nyomorék vagyok. A betegség nem lassú és nem állt meg egy percre sem. Azt mondtad többször is, hogy igyekszel minél kevesebb időt arra fordítani, hogy effektíve az állapotoddal, a betegségeddel foglalkozz. Ez nekem egy ilyen elképesztő erőről tanúskodik, és felmerült bennem, hogy nem csábulsz el néha, hogy már említetted a csodaszót, te is, hogy hát ha ilyen-olyan alternatív kezelések, gyógymódok mégis segítenének, csodát hoznának, hiszen egészen magas szintről is kaptad azt a tanácsot, hogy bízz a csodában. És nyilván nem emiatt, hanem hogy egyáltalán egy ilyen belső reménykedés, kapaszkodás abba, hogy ebből lehet kiút, hogy ez soha nem csábít ennek a lehetősége, hogy mégis próbálkozz. Ugye bízok a csodában, az hát nem spirituális vezetőtől jött.
Én szerintem nem vagyok totál tehetségtelen vallási, spirituális kérdésekben sem. És voltak megérzéseim, amit követtem az elmúlt évben is, de a gyógyulással kapcsolatban nem éreztem semmi ilyesmit, és ez annál sokkal bonyolultabb, mint hogy nagyon kell hinni benne, és meggyógyulsz. Tehát a betegségnek vannak pszichoszomatikus okai, az enyémnek is biztosan. De a megoldás annál sokkal bonyolultabb, mint hogy megadok 4 gyerekkori traumát, 3 felnőttkori szakítást. Egyszer, amikor én voltam szemét a csajokkal, 3 elvesztett alkotmánybírósági ügyet, és visszanőnek a motoneuronok. Ha egy faágra egyre nagyobb súlyt teszünk, előbb-utóbb letörik. Ezt meg lehet akadályozni úgy, hogy nem pakolok rá több súlyt, vagy leveszem. De ha már nem van a földön, hiába veszem le róla a súlyt, vagy teszem alá, nem fog visszanőni. Vissza kell tenni, oda kell kötözni, biológiai gyógyszer, mit tudom én, ha egyáltalán lehet, és lehet, hogy nem lehet. Szóval én örülnék, ha lenne gyógymód, tartok ebből időt, de inkább mással. Ami szomorúbb, hogy a tüneti kezelésben nem kaptam túl sok segítséget a magyar egészségügyben, gyógytanás, gyógymasszázs, ilyesmi. És ez nem a nekem segítő kritikája, hanem a mellőzők hiányzó 5-6-8-10 emberé. Minden magamnak kell kikapargatni, és komplex módon senki nem figyeli, hogy mi van velem, és senki mást. Pedig ugye a kormánynak ez volt az egyik észrevétele, amit ők adtak be Strasbourgnak, hogy minden adott ahhoz, hogy akár egy ALS-es, akár egy más súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ember állapota élhetőbbé váljon. Én mindent elhiszek, mely kórházba menjek. Magyarországon ALS-es beteg komplex kezelés, tehát egy neurológus, pszichológus, gyógytornász, gyógymasször, beszédterapeuta, kommunikációs szakember nem együtt dolgozik veletem, és havonta egyszer-kétszer összeülnek, megbeszélik, tulajdonképpen hol tart, mi legyen. Ezt kéne is. Lehet, hogy a tüneteim kicsit enyhébbek lennének, ami romlik, romlik. De itt minden hét, amikor az ember maga tud elküldeni egy üzit, az győzelem. Én lehet, hogy hamarabb elvesztek ilyen dolgokat, mint lehetne. Ha megengedsz egy olyan személyes kérdést, az előbb említetted, hogyha az ember feloldja a traumákat, meg esetleg egy szakítást, és erről beszéltél egyszer, hogy amikor még nem tudtad, hogy beteg vagy, volt egy nem túl régóta tartó, de komoly párkapcsolatod,
ami aztán körülbelül 4 hónappal a diagnózisod után fél évvel véget ért. És engem az a mondatod ragadott meg nagyon, amelyben azt hangsúlyoztat, hogy szerinted nem kötelessége senkinek társként egy beteg ember mellett maradni. Akkor sem, ha egyébként adott esetben férfeleségről van szó. És hogy erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről, ha kifejted így mélyebben a gondolataidat, hiszen ha mondjuk az ember vallási értelemben veszi azt az esküt, amit akár Isten színe előtt tesz, hogy azt a fogadalmat teszi, hogy jobban, rosszban, betegségben, egészségben. És ebben mégiscsak egy ilyen feloldozást éreztem a részedről, hogy nem kell feltétlenül ezt a kötelességet vállalnia a társnak. Barátként szerintem a másik oldalról sokszor nem elvárható. Tehát ez egy nagyon szépen induló párkapcsolat volt, ami lehet, hogy nagyon szépen tartalma, de ebbe belezobbant egy betegség, és az, hogy valaki a legszebb évé egy részét a saját női mi voltát teljesen feladva, hűségesen ápolódni, ahelyett, hogy élne, buddhiznánk, elmennénk ide-oda, szexelnénk, amennyit csak lehet. Ez nem elválható. A segítség, igen, de egy betegnek lehet úgy is segíteni, hogy nem vagyok már a barátja, barátnője. Ez a hölgy is, akivel egy évig együtt voltam, ő is mondta, és biztos vagy benne, hogy komolyan, hogy hetente többször följön, segít, ha akarom, nézzünk együtt tévét, de párként nem tudja levenni. És ez rendben van, tehát nem hűséges pózok kellenek, hanem realizmus és valódi segítség. És a betegség kiszolgáltatott, tehát ez, de nem tehet teljesen önzővé. És egyébként az én életemben utána belépett egy új és nagyon szép szerelem, azt a kapcsolatot is utána felemésztette a betegség, de volt egy gyönyörű 2 hónap. Azóta nincs semmi, és vállalom, hogy hiányzik. Azt is vállalom, hogy sokszor pusztán a fizikai részen nagyon, mert ez az egyetlen dolog, ami az állás nem hagy. A szívemet egy szép nő ugyanúgy meg tudja dobogtatni, csak a kezem már nem tudom felemelni, hogy odaadjak neki a világot. Ez egyik legnehezebb, vagy igazából a fizikai romlásban nehéz dolog, hogy azt érzékelem, hogy rengeteg nő érdeklődik irántam, de mindenkiben az anyai ösztönt ébresztem föl, a nőit nem.
amit teljesen megértek, nekem is a kerekesszékes nyomadéknök tetszenek, most se az össze, és az én számból ez nem volt értés, de nem vagyok hallandó politikai korrekt módon beszélni. És ugye ezt magam furcsa átélni, hát 2 évvel ezelőtt azért más volt a helyzetem a ismerkedés fontán. Most meg igazából hát fel sem merül, és ez nehéz, mert vállalom, ugye elsőleges fizikai igény is továbbra is lenne rá, és tényleg nincs tabu téma. Olyan helyzet van, hogy az ember éppen nem talál magának játszótársat, akkor a benne lévő, önmagában lévő feszültséget önmaga meg tudja oldani. És ez volt az egyik legmegalázóbb pillanat, amikor már rájössz, hogy nem tudsz magadon segíteni, és kérsz a saját testedben egy ilyen egyébként teljesen természetes, és egyébként egészségesen tök jó érzés feszültségre, de nem tudod megoldani, vagy csak nehezen. Szóval, hogy mi a szenvedés, emberi méltóság, hát vannak ilyen aspektusok is, amit én sem tudtam volna elképzelni 1 éve, 2 éve, de most átélem. Amikor arról beszélsz, hogy elhangzott az előbb, hogy valódi segítség, és azt gondolom, hogy ahogy a halál, úgy a betegség is ilyen nagyon nehezen kezelhető az emberek számára, hogy hogyan viszonyuljanak hozzád, hogyan szóljanak hozzád, hogyan kezeljenek, hogy ne kezeljenek betegként, de közben az vagy, hogy számodra mit jelent az igazi, valódi segítség másoktól, és hogy szeretnéd, hogy az emberek lássanak, vagy hozzád álljanak. Talán egy kicsit mindenki zavarban van, ha egy ilyen helyzettel találkozik. Az is, aki az érintett, az is, aki kapcsolatba kerül egy beteggel, és azt hiszem, hogy erről végképp nem beszélünk. Hogy ez mindenkinek más. Én azt mondanám, hogy velem kapcsolatban mindig, ahogy én vagyok. Most szombat este, vasárnap, 1 évvel először, hogy igazán mélyen voltam, lelkileg följött egy jó barátom, el kellett mesélni, meg állandóan jó filozófiáról dumálunk, de közben elkezdett a filmos gondban, és akkor lehet is egy szolgálat. De ha éppen jó vagyok, és Fulham meccset nézünk, akkor nyugodtan hisztizünk azon, hogy nem hiszem el, hogy ezt onnan kihagyta. De szerintem a beteg ember betegként kell kezelni, de a helyén a haldoklót,
haldoklóként kell kezelni, de a helyén is ez mindenkinek más. Ha valakivel nem találkoztál két hónapja, muszáj megkérdezni, hogy vagy, de káfárasztó elmondani minden nap össze, hogy mi van. De szerintem, amennyire lehet, meg kell őrizni az életminőséget. Csak hát ezek a betegségek olyanok, hogy nem teszik lehetővé. Ha valaki imádott horgászni, akkor kemoterápia közben nem tud kimenni a tóhoz, mert otthon feltengi szegény megy kihányni. Ezt is mondtam már sokszor, hogy én ilyen szellemi emberke vagyok szerint, de tényleg szeretek olvasni, jó filozófiát nézni YouTube-on. Például Béla, az egyik sorstársam, nagypapa. Imádott és imád játszani az unokáival. Ezzel nem mondhatjuk azt, hogy ebből a posztulról a Facebookon nézd meg a zene és megkövett meg. Szóval a méltóság, méltatlanság, személyes kis és nagykövei egyének. Én most is tudok ügyvédkedni. Ma is dolgoztam picit egy ügyön, ami nem az enyém, de marha izgalmas. De ha valaki színész, vagy balettművész, vagy sportedző, vagy mint Erzsébet óvónő, nekik nem lehet azt mondani, mint nekem, hogy de nekem mit olvasnál, milyen filmet nézni, mert azt fogja mondani, hogy játszanak a gyerekekkel, azt meg nem lehet olvasva, ahogy a Káma Szutrában nem lehet megtanulni bizonyos dolgokat az emberek életében, és valószínűleg a többség ilyen konkrét fizikai aktivitás, ami főként özenet okoz, és nem egy napra, egy hétre, egy hónapra, fél évre van elvéve, mint mondjuk egy übeszívás ahilleszén szakadásnál, hanem pont innentől kezdve nincs nézőtérő. Egyfajta erőforrás neked az, hogy ez egy ilyen tulajdonképpen misszió lett, hogy az ügyedet Strasbourgig vidd, és megpróbálj valami változást elérni? Tehát, hogy azt mondod, hogy szellemi ember vagy, és azt gondolom, hogy azért biztos, hogy rengeteg erőt, energiát kivesz belőled, hogy ezt így vinni, és közben arra gondolok, hogy lehet, hogy számodra ez mégiscsak egy olyan erőforrás, ami annyit ad, hogy hozzátesz a te életminőségedhez. Nekem biztosan. Igazából ez az első interjú, amit úgy igazán fáradtan adok, nem kezdeni szólni fogok. De nekem ez az életem. Alkotmányjogot
csinálni, alkotmányjogi kérdéseket megbeszélni, és azt érzem, nem tudom szerényen mondani, hogy soha nem voltam ilyen jó, de kommunikációban sem. Ebben a mostani interjúban is, majd a nézők persze eldöntik, de folyamatosan szép érthető mondatokban beszélek. Tegnap Magyarország egyik vezetőjénél érthető szép szabatos mondatokban vázoltam, amit vázoltam. A Strasbourg-i beadványunk életem egyik, hanem a legjobbja, a Strasbourg-i beszéd is. Igen, nekem ez iszonyat nagy erőt ad, de csak meg tudom ismételni, hogy másoknak meg nincs ilyen. Nekem ez szerencse, élek is vele, tök jó minden nap. Hálát adok érte, ha nem tudom kinek, de nekem se segít, csak értelmet ad, tehát ilyen szempontból segít nagyon is sokat, amíg lehet csinálom. Segítesz egy picit kitisztázni a fogalmakat, hogy amennyire én tájékozódtam, Magyarországon a passzív eutanázia engedélyezett, ez azt jelenti, hogy az ember vagy egy hozzátartozója, ha ő maga tehetetlen, visszautasíthat olyan kezeléseket, amelyek meghosszabbítják az életét, vagy akár életben tartják. És az aktív eutanázia, ha így nagy egy kalap alá vesszük, akkor ez nem engedélyezett, és ennek, ha jól értelmeztem, a két fő csoportja az aktív eutanázia, amikor valaki ténylegesen mondjuk bead egy olyan dózisú gyógyszert, ami véget vet az ember életének, a másik pedig az asszisztált öngyilkosság. És ha én jól értelmeztem, te az asszisztált öngyilkosságot szeretnéd, ha legalizálnák tulajdonképpen Magyarországon a te ügyed révén? Igen. Meg lehet, hogy kicsit nem. Tehát Magyarországon passzív életvégi döntés szükörben lehetséges, akár előre le lehet mondani életmentő, életfenntartó kezelésre. Egy olyan ügyet nem tudunk, ahol ilyen nyilatkozat alapján valakinek vége lett volna saját előzetes akaratából az életének. Az aktív eutanázia annak is egy szűkebb köve, ami engem érint. Amiről mi beszélünk, a teljes cselekvő vagy belátási képességgel rendelkező emberek az a jó, hogy azt mondhassa, hogy ez már elég. Nyilván súlyos betegség, nincs gyógymód, végső stádium, stb. Most nem mondom fel az egészet újra. Mi erről beszélgetünk. Csomó más aleset, ami valóban tovább megy ezen, azon nem, hogy le lehet-e kapcsolni a komában 10 éve lévő 20 éves a család balesetes gyerekemet. Ezek is vannak, de az én ügyem nem ezt érinti, hanem a saját önrendelkezést
és az azt kifejezni képes emberek ehhez való jogát, ami szerintem nehezen vitatható, hogy járna. A te esetedben az asszisztált öngyilkosság ugye azért problémás jelenleg, mert bárki, aki a segítségedre lenne, akár úgy, hogy külföldre visz, egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, és nem csak az az ember, aki itthonról téged segít külföldre eljutni, hanem akár a külföldön lévő orvosi csapat. Az merült fel bennem, hogy az esetedben, amikor mondjuk neked már ott tart az állapotod, akár már most, hogy mondjuk te egyedül nem biztos, hogy be tudsz venni egy gyógyszert, vagy akár meg. Ez biztos, hogy nem tudom. Hogy ebben az esetben ez még, hogyha neked valaki ad egy gyógyszert, vagy azt mondja, hogy ezt idd meg, és megszűnik a szenvedésed, véget ér az életed, ez hogyan esik még az asszisztált öngyilkosság kategóriájában, nem pedig az aktív eutanázia? Hát ugye úgy, hogy szívószállal be tudom venni, meg tudom nyomni valamelyik testi szemmel azt a gombot, amiben a gyomorszondán. Tehát még én csinálom effektíve a lényegi utolsó momentumot. Nem az van, hogy fekszem, és akkor az orvos beköti az infúziót, megnyomja a gombot, én megáll. Az a legklasszikusabb aktív eutanázia, erről is nyilván lehet beszélni, az én ügyemben nem ez a téma. Tehát én még segítséggel, de el tudnék követni öngyilkosságot ilyen módon, ha akarnak, nem akarnak. Ha a strasbourgi beadványodat elfogadják, tehát hogy egy kedvező ítélet születik, akkor a magyar kormánynak van bármilyen időablaka, amennyi idő a rendelkezésére áll, hogy akkor módosítsa a hatályban lévő jogszabályokat? Hát a döntés után 3 hónappal lesz jogerős, utána végre kell hajtani, amire itt külön határidő nincs. Ez lehet 2 hét, 2 év, bármennyi, de bármár itt tartanánk, hogy azt mondhatjuk, hogy van egy kötelező bírósági döntés. Reálisan ezt meg lehet jósolni, hogy mikorra várható ítélet? Hát, legelőször március, mert ugye január végén még a felek okoskodhatnak. Nekem március 28 a 47. születésnapom, az iszonyat jó lenne, ha előtte még és pozitív döntést kapnék a rendőrbe. Nem a sorszor a bíróságtól. Gondolkoztál azon, vagy az egy lépéssel előrébb mindsetben nem fér bele, hogy mi történik akkor, hogyha ha kedvezőtlen ítélet születik, és elutasítják a kérelmedet? Akkor azt történik, hogy alaposan elolvassuk, és eldöntjük, hogy kérvényezzük-e a nagykamara eljárását, ahogy ezt egyébként a kormány is megteheti nekem kedvező döntésben. De Magyarországon is elindítottunk népszavazási kezdeményezést. Lehet, hogy lesz jogszabály tervezetben jutva, szóval
a kérdés megoldásához nem kell Strasbourg, azt csak azért csinálom, mert ez egy módja, de ezt Magyarország holnap megoldhatja, és a végén Magyarországnak kell megoldania, tehát én sehol a világon, Svájcba, Hollandiába, Oregonba nem mehetek be egy gyógyszertárba, hogy kérek két deci szingalmátot intravénással, hanem ennek meg kell teremteni Magyarországon a jogi, orvosi, logisztikai feltételeit. Amihez egy Strasbourg-i siker, nagyon komoly érveket ad, meg ugye egy menekülési út a kormánynak, hogy oké, van valami, ami miatt meg tudjuk csinálni, de az lehet, hogy mi ezt már nem vagy, nem úgy érjük meg, és a saját tudjunk Mártizsai leszünk az ózakkecsek, és nem lassít a szemetlába. Szüle, a közelgő születésnapodra akkor azt hiszem, hogy egy jogszabálymódosítást kívánhatunk neked, és azt, hogy minél tovább aktívan tudj kommunikálni. Ha jól tudom, ez számodra igen, a legfontosabb. És hát ugye, hogy olyan fizikai állapotban, ahol nem extra feszítés, mert mondom ezt az interjút, most az átlagosnál nehezebben adom. Tehát ha készült megfogalmazni, nem, vagy nem csak azért nehéz, mert már szemegyéret eddiktálni, hanem mert mindenem fáj, akkor valójában nem adott az aktív kommunikáció. Szerintem nekem ott vége, mert akkor csak unatkozom, vagy okulok, de az is jó, de nem elég. A legjobbakat kívánom, és nagyon sok kitartást és erőt, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk ezért az interjúért. Én köszönöm, hogy ezt a lehetőséget.